Virág. Hú, de rossz bedobás volt, pontosan Molnár lábára. Molnár meg szabályosan agyonrúgta most a csapattársat, Oroszt. Aztán csak elkerül Oroszhoz a labda. Ez jó. Bükszegi. Jó lövés. Kapufa. És az ismétlés. Potemkin. Nem nagyon talált társat. Végül Komódi szakadt el az embertől. Be is adja. Megpattan. És Bognár lőhet. Jól csinálta Bognár. Ez már csak bal szerencse, hogy nem ment be. Bognár. A kezdőkörben. Az indítás Csordáshoz. Csordás, aki friss erő, hiszen néhány perce állt be, jó labdát adott Komódi! Mirjuca. Csordás lopta el a labdát, és mehet vele Bognár György. Nagyon rossz kidobás volt, jelzem. Bognár beadja, tovább pattan Potemkin, óriási bravúr, és gól mégis. Komódi a gólszerző. A második félidő 24. percében Jakab először rosszul dobta ki a labdát, és végül hiába védett először bravúrosan, közvetlen közelről Komódi megszerzi a BVSC-nek a vezetést. Aranyos. Ügyesen lépett tovább, a lövés sem rossz, kapufa, és ott van, hát Potemkin. Komódi. Orosz. Eléggé magára hagyatottan, nagyon jó csel viszont, Orosz, ez jó továbbítás, Komódi, nagyon szép gól. Komódi második gólja a mérkőzésen, de már fut is Oroszhoz, hogy megköszönje, mert a csatártárs nagyon szépen csinálta, egyedül volt, jó volt a csel, nagyon okos volt a középregurítás, és tulajdonképpen Komódinak nem volt nehéz dolga, csak el kellett helyeznie Jakab mellett. 2-0-ra vezet a BVSC. Csordás szemfülesen lecsapott a labdára, egyelőre föl sem tudják rúgni. Mehet tovább. Ez is jó, Molnár. Jagodics mellett, ez 11-es. 37. perc. Bognár György állította le a 11-es pontra a labdát. Jakab pedig letisztítja a stoplikat. De hát nem nagyon hiszem, hogy az eléggé indisponált kapus hárítani tud. Bognár György most fut neki. És hárít. Tessék, ilyen a riporter sorsa. A 11-est meg tudta fogni Jakab Csaba. Kicsit flegmárukta igaz Bognár György.